Sziasztok, én Zilaj vagyok, és a következő videót csinálom. Majdnem ugyanott vagyunk, ahol az előbb abba hagytuk. Annyi különbséggel, hogy az előző videóban beszéltem rendesen. Bárki bármit mondjon, csak a mikrofonkábel gondolata úgy, hogy ebben a pozícióban ő nem működik. Szóval, bocsánat. Szóval, gondolja úgy, hogy nem működik. Meg volt egy videó, amiben ezt, amit már feltöltöttünk, ezt kipróbáljuk egy ilyen meccsben. Na, az a videó, azt úgy konkrétan letöröltem, mi vagy nem beszéltem. Pontosabban volt benne beszélt, csak ennyit lehetett belőle hallani, konkrétan. És kiderült, hogy működik, jól működik. No. De hogy, és egy nagyon-nagyon jó csapatot kaptunk, hogy az hihetetlen. És kaptunk is epic dolgokat, yes! Amikből lehet pénz, vagy lehessen belőle legendary. Különben ez egy nagyon OP tools. És nem talál mostan szervert. Na, meg kell szólalnom. Most én mindent is hang nélkül hallom. Na, ez a pálya, ezt a pályát én kevésbé szeretem. Így első benyomásra veszteni fogunk. Kezdő, nem kezdő, repül. Nem passz. Oké, lehet, hogy nem kezdő, csak én nézem annak. Nekem a legtöbb kapom. Én mondjuk az ellenfél csapatában, nem csak én. Aki úgy gondolja, hogy az autó az működik. Megyek arra a pontra. De szép lila a nap. És fel, hogy eddig nem lehet mondani ezt a hangot. Ja. Ó. Húzza innen a lépegetőddel. Szétszettük. De szép lagok vannak. Oké, beesett a temetőbe. Képzeld, nekem is. No! Csapattárs. Segíteni luxus. Ez egy határozott igen akart lenni a részéről. Hagyjuk a gépet. Köszönöm.
te így megszűnsz létezni ezen túl. Azok a bogár csípéseit idegesítőek. A te bogár csípéseid nem, a tédek jók. No! Oh, no! Oh, ja, tényleg karmok. Ezt a játékot intenzíven bukni fogjuk, ha ez így folytatódik. Hiába van a pozitív zene. Gyere ide a papához. Szerintem az a játékos határozottan mondhat szép szavakat. Kérem vissza a mindenemet is! Még sikerülhet. De miért ennyire rossz akkor? Azért van ott a sniper, hogy... aztán... de... Semmi baj, veszteni is tudni kell. Utána! Nem csapattársak, segíteni egyfajta luxus. Miért én csinálok mindent ebben a játékban? Ezek, amikor meg a videót rosszul veszi fel, akkor meg minden rendben megy, akkor... Kész veszettem. Ez már csak bokárcsépés neki. Kész rip. Amikor nem csinálok videót, akkor profikkal dob össze, és... Hogyan tudott összeszedni 9000 damage-t? Mindegy, srácok, kapunk egy roti izét, amiben fogunk kapni egy legendarit, mindig ez van. Egy roti dolgot is kapunk belőle, roti dolgokat. Silver. 150 money, egészen jó. Thank you.
Egy kicsit bütykoltam. Elve van így felmállni. Oké. Szóval, menjünk tankozni. Az eddig bej. Nem. Menjünk ezzel. Itt normális csapattársak vannak. Főleg, hogyha már az embernek van egy valamilyen rangja, akkor 1000%, hogy nem olyanok fognak jönni, hogy így mindenki így valamit csinál, megmozítja a kis ügykörmét és meghal. 1600-as, 1500-as, oké, 870-es, de neki van ilyenje. Szerintem egy lépeget. Egészen jók a csapattársaim. Azért az ellenfélnél is vannak jó játékosok. Hát így a pontszámban mi állunk jobban. Ez nem azt jelenti, hogy nyerni is fogunk, ez már az előző valamelyik videóban. Nem kéne rútasni a kábelt. Lépény. Ha is tudok. Mindegy. Hang. Tank. Capture the points to gather energy for your orbital annihilation weapon and destroy the enemy base. The battle for Vanguard's end has begun. Hagyjatok engem is pontra. You have captured the point nearest to your base. The enemy has captured the point furthest from your base. Oké, az előbb pont jött ellenpélda a légypiszok méretű gépekre. Oké. Lelőttük, amit le kellett lőni. Nekem ez így jó lesz, hogy te így körzöl velünk, és... Ellenfél. Itt üveg van. Ezért jöttem ide, hogy lelőjék előttem. Jó, hogy nekem van milyen nem is.
Mindig elfelejteni, mennyire sok plafa mindennel felszereltem ezt a jobotot. Oké, a dominating az azt jelenti, hogy gyorsan töltődik a fölül a számláló és hang. Akkor ezért nem hallottam semmit. Your annihilator has charged to 75%. Plutonium eruption imminent. Defend the Ignite core to prevent the enemy from harvesting its energy. Annihilator fully charged. Firing weapon in 3, 2, 1. Victory! Hát igen, nem így bennem lettünk elsők, de hát azért minden rendben van. Oké, akkor most kettő szép kis ládácskát fogunk kapni. Ami, hát abszolút pozitív ez. Ez a level up miatt van. Nem tettem mondjuk, hogy ez. Mindegy. Ez meg a csak. Ja, oké, na azért. Komolyan kaptam még egy. Oké. Menjünk egyet sniperezni. Ezzel nem vállalom be ezt, mivel ez egy régebbi típusú robotom. És nem feltétlenül fog úgy működni, ahogyan akkor működött. És erről Robocraft Royale-ról nem tudok semmit, és nem is szeretnék. Jó nekem a sima Robocraft. Ott van egy ilyen minden bele csávó, amilyen az én tankom is. Körülbelül. Minden van rajta, plusz még egy. Na, kíváncsi leszek. De különben az a fura, hogy alulra mindenki van tud, ki van írva. Igaz, hogy angolul, én sem tudok angolul, egyszer sem olvastam, de tudom, hogy mi mire jó, hogy mit mire lehet használni, és ez egy jó pálya. Mondjuk nem a kedvencem, az előzőt jobban szerettem, de attól még egy jó pálya. Igaz, hogy eddig ezen a pályán sokszor vesztettem. És ez volt az első modern stílusú design, modern stílusú pálya. Úgyhogy ezek az élénk narancssárga színek, építmények. Az is modernnek számít nálam, az a lezuhant repülős. És rám várnak, meg egy másik csávóra, meg úgy a játékra. Ért, vagy őrs, vagyis föld. Látom, hogy ő is valami tankszerűséget csinál.
Nem. Most akkor vagy Logi-Logi van. Nem, nincs Logi-Logi. No! Ó, de jó. Nincs Logi-Logi. No! Akart vagyni a közepemet, ami ugye ennek a robotnak a gyenge pontja. Jelöljétek be Steamen, ZK05 vagyok, és ma nem tudok snikerezni, és dolgok. Egy pillanat, egy kis technikai szünet. Technikai szünet pipa. Most kamink egy... Jó. Csapattás. Az csapattás. Sorry. Ezt a dizájnt nyugodtan lemásolhatjátok. Hangsúlyozom, ez egy saját dizájn. Saját dizájn és nem épp a legjobb. Másrészt mindegy, van pár nagyon rossz dizájn, ami emberek csináltak meg, és az ennyi. Jó is lenne, hogy te még így aktivizálnád is magadat. Ja, egy jó játékosnak tűnik. Biztosan csak a Metal rossz, vagy a gépe gondolja, úgyhogy no go. Azt nem értem, hogy miért az az... Lő! Wow. No! Szétén lőni kéne tudni. Nem, nem tudom. Oké, valaki. Meg van. Illetve a pukkája, és... Én csak a föld. Oké, ez a pont meg lesz tartva. Azért lőttem el, mivel, hogy ha jól tudom, van egy olyan dolog, ami láthatatlanná teszi a... Jó! Megcsinálta valaki a Pók dizájn.
Tudom, az a pont azt hiszem, hogy azt foglalták. Hát valaki besúrant és én meg... Nem, hogy besúrant, beröppent. Mondom, beröppent. Komolyan itt csak nekem van jó netem. Mert a csapattársak közül... Vagy valaki kikeresel, vagy nem tudom. Ez még mindig ott áll. Szóval az, hogy... Nem kell nekem zoom-a nélkül is tudok lőni. Your annihilator has charged to 50%. Oh. Jó, hogy itt állok. Aktivizálta magát a csávó. Bocsi, egy kicsit koncentráltam. Koncentráltam. Tudtam én, hogy laggy van-e. Most vagy a szerver laggol, vagy pedig én laggolok nagyon, és én nem veszem észre, vagy pedig a játékosok laggolnak. És mindjárt azt hittem már, hogy egy helyen állok. Na. Gyere! Defend the Protonite core to prevent the enemy from harvesting its energy. The enemy's annihilator is charged to 50%. Okay, van egy csapattársam, akinek van hírező büszke. Nem csapattársam szorgalmasan híled, én meg lövöm a mindent is. Oké, most már itt vagy, de és most már nagy baj nem történhet, csak a hílelőst köm. Your annihilator has charged to 75%. The middle point is under attack. Jó kis gameplay az előző videóban, amit nem vette fel a hangot, kibeszéltem magamat. This thermal base is under attack. Glitch. Glitch. Mondom. Glitch. Glitch. Mi? Wolf, ügyes vagy.
Ezért megérdemelsz egy minimum egy jó kis dolgot. Ügyes. Mondanám, hogy ezen túl nem foglak megvonni, de kellnek az ödések. Oké, aktivizálta magát a csávó. Oh, laggy. Mindig bedőlök a laggynak. Mert tudom, hogy nem fogja bedőlni. Komolyan. Oké. Itt ez az autó, én azt hittem, hogy ez nem fog működni. Hogy van még valad olyanod is? Ha jól. Jó. Ez a videó ennyi is lett volna.